Akkor sok sikert. Köszönöm. Ma reggel a jegyzői irodában a kormányhivatal munkatársainak jelenlétében lezajlott a polgármesteri tisztség átadása, köztük a folyamatban lévő ügyek listája. Ezek közül a sportcsarnokot és a geotermikus erőművet emelte ki a polgármesteri jogkörgyakorló alpolgármester Árvai István. A sportcsarnok ügyében ezért fordulok minden nyilvánosságot felhasználva vállalkozók felé, hisz az ő társági helyben megképződött társági adójukból tudunk sportcsarnokot megvalósítani. A geotermikus erőmű pedig két cégnek a magánjogi tárgyalásainak az eredményeképpen fog megvalósulni, rendelkezésre állni, vagy akár meghiúsulni. Mosonmagyaróvár viszont, mivel érdekelt mind a két projekt megvalósításában, ilyen módon segíteni köteles ezeket a dolgokat. A leköszönő városvezető Nagy István osztályvezetői értekezleten búcsúzott el a hivatal munkatársaitól. Megköszönjem mindazt a munkát, amit együtt csináltunk végig. Felemelő érzés volt együtt dolgozni ezzel a társasággal. Mind a küzdelmek, mind az örömök az emlékezetesek maradnak. A hivatal egy festménnyel kedveskedett az államtitkárrá kinevezett városvezetőnek, majd Pető Péter a Fidesz-KDNP frakció ajándékát adta át. Helyi Fidesz, illetőleg a Fidesz támogató szervezetei, kereszténydemokraták és egyéb jelölő szervezetek polgármester jelöltje vagyok. Ezt már a ma délelőtti sajtótájékoztatón jelentette be Árvai István. Szeretnék egy olyan széles spektrumú támogató bázissal kiállni, ahol azt lehet mondani, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy a mérsékelt jobboldali erők teljes egészét össze tudjuk ilyen módon fogni. A programunk is ehhez fog nyilván idomulni, tehát ezért nem szeretnék most kiemelni egy-egy programpontot. Nyilván lennének ilyen szokásosan elvárt és jelenleg is tudott históriák, de nyilván a koalíciós partnerekkel, az együttműködő szervezetekkel kell ezeket leegyeztetni, az ő prioritásukat is, vagy prioritásaikat is figyelembe venni, és a tárgyalások eredményeképpen alakítgatni. A sajtótájékoztatón elhangzott, jelöltként egy honlapot indít Árvai István, ahová minden fontos információt feltöltenek, hamarosan pedig egy profilt is létrehoznak a legnagyobb közösségi portálon.